Alapjaiban más rendszer az iskola, mint az óvoda, ezért az elsősök sok új helyzettel, kihívással és elvárással szembesülnek az első hónapokban. Beülni tehát az iskolapadba nagy változás egy gyerek életében. Kozármislenyben a most felső tagozatba lépő negyedikesek már óvodáskorukban is csoporttársak voltak, és együtt kezdték az első osztályt. Persze így is voltak kisebb-nagyobb nehézségeik. Én nagyon izgultam, amikor elsős lettem, Uh, rengeteget, hát éreztem, hogy rengeteget kell tanulnom, és igyekeztem is tanulni. Ha valami rossz lett, akkor igyekeztem bepótolni, jól megcsinálni. Kicsit nehezen vettem az elsőt, de aztán én már negyedik évre már belejöttem. Egyénenként változó, hogy melyik gyerekre melyik nehézség van leginkább hatással, ez a személyiségétől, élettörténetétől és családi hátterétől függ. Minden esetre a felső tagozatba lépés komoly kihívást jelent. A felső tagozattól leginkább azt várom, hogy ne kapjunk sok házit, de hát az nem lesz a legkönnyebb. Majd igyekszem azokat majd bepótolni nagyon meg kell csinálnom, és sajnos akkor nem gripeztetek egész nap, de, de egyébként meg jó. De nem csak a gyerekeknek nehéz, hiszen nem csak társaikkal alkotnak öt éve egy csapatot, hanem a tanítókkal is. Ebben a speciális képzésben ugyanis a tanítónő az óvodában már egy évet eltöltött a gyerekekkel. Így a pedagógusnak is, ha lehet, még nehezebb az elszakadás. Az egész negyedik évünk arra megy rá, hogy folyamatosan engedjük őket és a felső feletereljük. Amikor megvan a felsős osztályfőnök, akkor egy ilyen szívhasadás van, hogy most már kicsit rólunk leválasztjuk őket, és felé tendáljuk a gyerekeket, hogy szokják meg, fogadjanak neki szót, kérjenek tőle segítséget, hogy szeptemberben ez már teljesen természetes legyen. Most persze kezdődhet az izgulás a szülők és talán a tanulók részéről is, hogy milyen lesz a felső, az új szabályok, a szigorúbb rendszer, a sok szaktanár és az új tantárgyak.